Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, és hát azt hiszem, hogy minden székesfehérvári nevében nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Horváth Imre plébános kanonokot. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én megköszönöm a meghívást, és szívesen állok rendelkezésre, amiben tudok. Ugye augusztus 1-ével nyugdíjba helyezték, erről már itt a Fehérvár televízióban beszámoltunk, tehát több mint negyed évszázad nem múlik el nyomtalanul a székesfehérváriak szívében, életében. És ez a beszélgetés úgy gondolom, hogy egy kicsit jó alkalom arra is, hogy megtudjunk többet arról, aki a bazilikában folyamatosan tartotta bennünk a lelket, és várt minket minden egyes alkalommal olyan nagy szeretettel. Nekem segítettek a felkészülésben, és Győr-Sopron megyében Licán született. Mit kell tudni erről a településről? Hát ez a település az kapuvári járásban akkor volt. Egy 600 lelket számoló kis község, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A falunak a gyerekei azok oda jöttek hozzánk a mi kertünkbe, minden vasárnap futballoztunk, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Kellemesen emlékszem a gyerekkoromra vissza, mert olyan örömteli, olyan gondtalan teli időszak volt, amiben hát ugye csak jól lehetett érezni magunkat. Egyébként mi négyen vagyunk testvérek, mind a négyen fiúk. És egy testvérem van, aki szintén pap lett, a másik két testvérem az otthon maradt, a bátyám az pedagógus végzettségű, az öcsém pedig otthon édesapámnak elég szép gazdasága volt. És ebben a gazdaságban, hogy valaki otthon legyen, bár őt is tanítani akarták, hogy menjen és tanuljon, végezze el a közép- és a felsőfokú iskolákat. De ő azt mondta, hogy inkább ugye otthon marad és a gazdaságot vezeti. Hát ebbe egyeztünk meg. És tényleg, hála Isten, ő volt az, aki édesapám után ezt az egész mondjuk gazdaságot kézbe tartotta, és nagyon ügyesen vezette. Az atya tanulmányait több helyen folytatta, végül Szegeden fejezte be. Horváth Imrét Székesfehérváron szentelte pappá Svoly püspök atya 59 évvel ezelőtt. Felszentelése kérdéses volt súlyos, életveszélyes betegsége miatt. Így szenteltek pappá 1958. június 13-án. Június 13-án azért volt akkor, hát ugye tudták, mert hát mindenkinek valamiképpen ugye a tekintete, a gondoskodó szeretete e körül forgott. Június 13-ára azért került a sor a szentelésünkre, mert általában mostanában Keresztelő János, Szent Jánosnak a születésnapján június 24-én van. De akkor június 13-án volt, és pedig a következő két oknál fogva. Június 13-án a Fatimai Szűzanya megjelenésének napja, és akkor Jézus szíve ünnepe is volt. De ez a kettő ünnep egybe esett. Tehát akkor én még nem tudtam, nem volt annyira publikus a Fatimai jelenés. Hát így szenteltek engem pappá, de otthon semmiről nem tudtak. Amikor aztán édesanyámék eljöttek, tehát a szüleim, meg a hozzátartó testvéreim, akkor édesanyám összecsapta a kezét, Szent Isten, mi van veled, fiam?
Így lettem én pap az Úristen akaratának megfelelően. Na most, ugye nem ért véget a kálvárián. Úgy tessék elképzelni, hogy egy fiatal pap, de fiatal titánként én is szerettem volna úgy megállni a helyemet. Új év következett, 59. január 1-én, és akkor bekerültem Budapestre a klinikára. És ahogyan bekerültem a budapesti klinikára, akkor civilbe öltözött nővér kísért engem föl abba a pavilonba, ahol kijelölték a helyemet. És mikor bementem, vagy mentünk, akkor a fülembe súgja azt, hogy főtisztelendő úr, itt karácsonyra senki se végezte el ebbe a pavilonba a gyónását. Hát mondom, engem ide helyeztek, hát nem tudok. Nem is tudtam volna semmit sem csinálni. Bemegyek, bemutatkoztam mindenkinek, kezet fogtam ott a társaságban. És most azt mondom önnek, ezek a dont megjárt emberek voltak. Ott voltam körülbelül 10 napig. És nem tudtam lefeküdni 11 óra előtt éjjel, mert ezek annyit kérdeztek. Körém jöttek és kérdeztek. Volt egy kommunista nő, aki nem jó szemmel nézte azt, hogy pap vagyok, vagy kispap vagyok. És hát ugye próbált így akadékoskodni, ezek az emberek odaálltak köréjén. Úgy leszerelték ezt a nővért, hogy az, akik nem végezték el a nővér szerint a karácsonyi szentgyónásukat. Bazilikában szentelték ugye fel, és 1992 ismét a bazilikához kötődő időpont, hiszen Takács Nándor püspök akkor nevezte ki a Szent István Bazilika plébánosává. Úgy van. Tehát 1992. április 1-jével helyezett Budapokról, ahol nagyon jó éreztem magamat, kiváló társaság volt. És lehivatott a Takács püspök úr, hogy át akarja adni nekem a belvárost. Én akkor nemet mondtam rá, nem fogadom el. És akkor mondja, hogy gondold meg. Visszamentem, akkor elhoztam az akkori házvezető nőmet, hogy nézze meg a plébániát, hogy milyen állapotban van. És akkor a Kristofori Walter volt az én elődömnek a káplánja, aki ott maradt az elődöm halál után a plébánián. De a plébánia lakatlan volt. Úgy tessék elképzelni, hogy az ebédlőnek mondom, a nagy ebédlő, vagy társakon, vagy akárminek nevezzem, az 6x5 méteres, tehát egy hatalmas nagy terem, annak a födém szerkezete, vagy a födém szerkezetéből 3 négyzetméteres nagyságú stukator, meg a vakolat, minden, leesett. Úgyhogy a gerendákat láttam. Így kerültem oda. Na most a házvezető nőmet azért hoztam el, hogy menjen be, mert én nem mentem be. Hogy ne tudják azt, hogy én esetleg ide kerülök. Még a Walter sem, akivel aztán egy évig együtt dolgoztunk, és akkor hát mondja, hogy nagyon dezolált állapotban van minden,
Így mentem vissza az első látogatás után az én plébániámra. És ezután aztán még egyszer lehivatott, és akkor azt mondtam, hogy igen. És amikor lejöttem, tehát 1992. április 1-én, két bőröndel, semmi mással. És akkor a plébániával szemben, nem tudtam a plébánián lakni. A plébániával szemben volt szintén egyházi épület, és ott laktam 3 hónapon keresztül. Akkor besegített a püspökség, és megcsinálták a plébániát, és így költöztem én be, hát most már az időpontot nem tudom, mondtam májusban a plébániára, ahol nagyon jól éreztem magam. Persze ez nem ment olyan simán, azért voltak nézeteltéréseim. Engem azt úgy tanítottak, hogy én nem szoktam megalkudni. Nem kértem, én nekem felajánlották, vagy elfogadtam, vagy nem. 25 év után, amikor sok mindent tettem a bazilikába, ezt nehéz lenne elmondani, mert hosszúra nyúlna, akár anyagi szempontból a plébánia megújításában, de lelki szempontból is. Tehát kiváló káplányaim voltak, egyik jobb, mint a másik. Ketekkel dolgoztunk. Hát körülbelül ez volt, de hát ez még csak egy dióhéj az egésznek. Hát, hogy mennyit dolgoztak, nekem tényleg önnek fantasztikus segítői vannak. Még azt is ideírták, hogy 25 év alatt szüntelenül dolgozott, 2x5 napot volt szabadságon. Hát, igen. Szóval, a közösségél élt. Segítőim nagyszerűen voltak, tehát talán azt mondhatnám, hát nem az én érdemem. Az Úristen irányítása mellett sikerült olyan embereket magam köré gyűjteni, vagy megnyerni, megkérni őket, hogy segítsenek. Ezen kívül még azt is el tudjuk mondani, hogy a hosszú temető kápolna háborúban megsérült kupoláját az eredeti terveknek megfelelően kívülbelül felújítatta, templomkertet kerített körbe, hittantermet építtetett, Sárszent Mihályon új templomot, tehát nagyon, nagyon sok mindent. Tehát az, ha Budafokról beszélek, akkor a Budafok egy adást kitennének. Nagyon sok minden. Hát Budafokon most 75 éves volt az idén. 75 éves volt a templomnak a fennállása. A semmiből kezdtük ott is. Egy nagyszerű társaságot sikerült verbúválni, és mint képviselőtestület mellém állítani. És hát ezekkel építettük azt, amit építettünk. Nem akarom hosszabb, hát ez körülbelül 220 méter volt a templomkertnek a bekerítése. Beton alappal, redőnyvassal, minden. És ott apraja nagyja jött, hogy lefessük, hogy a rozsdától megmentsük ezt a vas szerkezetet. Hát ezek, én nagyon kemény voltam, és most is kemény vagyok, tehát én megalkuló nem voltam soha. Tehát próbáltak így meg úgy, tehát mondjuk az Úristen különös, csak őrá tudok hivatkozni, de én ezt a példát láttam otthon. Édesapám nagyon kemény ember volt, hát ugye négyünket próbált azért mégis, de fiúk voltunk, és egyik jobb, mint a másik. Nem akartam pap lenni, és az lettem az Úristen kegyelméből.
és olyan tisztnek szolgálnak, vagy olyan hadvezérnek, aki biztos győz. És a biztos győző mellé álltam akkor. Otthonra lett Székesfehérváron? Hát én nagyon szerettem ezt. Ugye tehát akkor onnan kezdjük, hogy ha lehet, hogy mint fiatal pap, itt voltam ugye a kisbérpüspök mellett, és akkor Fehérvár egy olyan 40-45 ezer főt számláló kisváros volt. De ez egy olyan volt, mint egy családias közösség. Mindenki ismert mindenkit, szinte. És igazán ebben a családi környezetben Kisberg nagyon jól tudta összefogni az embereket, és ott szolgáltunk, még valakit talán említhetnék, a Milcsinszki atyát talán tetszik ismerni. Ővel voltunk talán 2 évig káplának. Aztán ő elkerült, és akkor én, a testvérem is volt itt káplánja a kisbérpüspöknek. Tehát így voltunk. Ha már őről a hadd mondjam azt, hogy reggel 6 órakor ott kellett lennünk, aki szerettünk volna aludni, fiatal emberek, de ott kellett lenni a gyóntató cégbe. Reggel 6 órakor. De a püspök is ott volt. És úgy vártuk az embereket, akik akkor mentek a munkába. Na, visszatérve erre, mondom a sztorira, egy ilyen jó, talán matrónának nevezném, vagy a római matróna, magas valaki ott, idős nő, és fehérváriaknak a ruháit viselte, ilyen bőszoknya, minden. Az egyik alkalommal, amikor kevesebb betegem volt, akkor úgy elkezdett beszélni. És elmondta az ő rövid élettörténetét, hogy ugye a fehérváriak azért ragaszkodtak arra, hogy a birtok azért meglegyen. És hát nem akárkihez adták a lányaikat, mert előre kiszemelték a szülők, hogy kinek lehet esetleg a párja. Hát ő is így járt. Valakihez hozzá akarták kényszeríteni a szülei ezt az idős hölgyet, akiről beszélek, már nevére sem emlékszem. És elkészült a jegyesség, aztán a ki volt tűzve a házasság, eljöttek a templomba. A nász nép bevonult a bazilikába. Ott volt mindenki. És az akkori pap fölteszi a kérdést, most vulgárisan mondom, hogy szereted-e a jelenlevő Istvánt, akihez szeretné férhez menni. És akkor ez az idős hölgy, akivel én beszéltem, ott kijelentette, hogy nem. Paf volt az egész. Minden elmaradt. Botrány volt köbön, és elmaradt az esküvő. Ez így volt. És akkor utána férhez ment valakihez, akit szeretett, és akkor hát így özvegyült meg, akihez aztán első péntekeken jártam. Hát ezek azért fehérvári, na most a fehérvári emberek közül azért több ismerősünk volt, részben a kisbérpüspök révén, részben pedig a magunk embersége kapcsán. Fehérvárt azt én nagyon szerettem, de nem szívesen jöttem el Budafokról. Mert amikor eljöttem, akkor az előbb említettem a Kristofori Waltert, aki az elődömnek volt a káplánja. Lementünk vele, hát talán így jobban tudják az emberek, a Lenin lakótelep
ez a mostani Palotavároshoz, igen. Ugye? És onnan visszanéztünk. Hát ugye én ezt a szituációt annyira nem láttam már, mert én 69-ben elkerültem Budapestre. Ugye, vissza, ahol 23 évig voltam, mint vezető. És onnan visszanéztem, és ugye a templomtornyok ágaskodtak, mint egy fölkiáltó jelek. És akkor mondtam neki, hogy hát nem lesz könnyű itt, ebbe a hatalmas embertömegbe. Ezek a fölkiáltó jelek szólnak nekünk is. Mi lesz most ezután? Így kezdtem a munkát. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.